Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, mert ugyanis tegeződünk. Itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Jó, tehát mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem? És mi a baj a világunkkal? Nagyon butak az emberek. Hát nagyon van egy elbutulás, de tudjátok, hogy miért? Hát mert annak következménye, hogyha megnézitek az emberek hangulatát, akkor azt látjátok, hogy nem túl jó hangulat. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyjából unalom szinten van, az már a mai társadalomban egy jó hangulat. De ha valaki mondjuk unalom alatti hangulatban van, mondjuk tételezzük fel, erőltetés hangulatban, tehát mikor erőltett dolgokat az ember vagy. Vagy mondjuk ellenséges, nyílt ellenséges hangulatban. Vagy esetleg, mit tudom én mondjuk, rossz indulatú valaki, vagy esetleg haragos, vagy félelemben van. Hát ezeken a szinteken nincs gondolkodás. Nem tudnak gondolkodni. Tehát én rendszeresen figyelem meg az embereket. Tehát az azt jelenti, hogy mondhatom azt, hogy hát most már lassan azt tudom mondani, hogy évtizedek óta tanulmányozom őket. Hát most már 90-es évek óta kezdtem el az emberek tanulmányozását. Tehát akkor szó szerint évtizedek óta. És ugye ez egy ilyen kedvenc foglalatosságom, mikor emberekkel vagyok együtt. Tehát most, hogy mennyi emberrel ebből a szempontból most részletkérdés. És mit tudom én, te is megfigyelheted ezt, hogy mondjuk van egy olyan ember, aki mondjuk viszonylag jó hangulatú, és akkor tök értelmesen el tudsz vele beszélgetni. Ami azt jelenti, hogy vannak gondolatai, és akkor egyik pillanatról a másikra valamilyen oknál fogva mondjuk leromlik a hangulata, akkor azt látod, hogy puff, egyik pillanatra a másikra már el is ment az esze. Tehát mit jelent az, hogy elment az esze? Képtelenné válik a gondolkodásra, és totál elkezd ösztönösen cselekedni. Tehát addig, míg jó hangulatban volt, úgy viszonylagos jó hangulatban, addig nem cselekedett ösztönösen, hanem gondolkodott. És annak alapján cselekedett. De abban a pillanatban, amit leesik a hangulata valamilyen oknál fogva, nem is kell nagyon leesni valakinek a hangulatának, hiszen mondjuk, ha valaki, tudom én, mondjuk egy megelégedettség hangulatban van, az egy kicsivel jobb, mint az unalom, hát akkor onnan egy kicsit lejjebb esik a hangulata, amit ugye az ember szokott, hogy lejjebb essen, mondjuk egy pár hangulatot, aki ezt tanulja, akkor tudja, hogy miről beszélek, akkor gyakorlatilag már is egy ideges hangulatba kerül. Az ideges ember megnézed, akkor minimum nyílt ellenséges. Oké, minimum. Tehát ami azt jelenti, hogy még a legjobb hangulatú ideges ember is nyílt ellenséges. És abban a pillanatban már a gondolkodása szertefoszlott, már nem is tud gondolkodni, már teljesen ösztönösen cselekszik. Ami azt jelenti, hogy avval a cselekvéssel gyakorlatilag hibázik. Tehát az azt jelenti, hogy hibát hoz létre. Jó, tehát és ezt egy általánosan meg lehet figyelni. Tehát az embereket egy viszonylagos
jó hangulatba, pillanatok alatt ki lehet billenteni, bármi ki tudja egy pillanat alatt billenteni, a legtöbb embert. És onnantól kezdve vége a gondolkodásnak, főleg, hogyha valaki tartósan olyan hangulatban van, ami az unalom alatt van, tehát ilyen, tudom, erőltet, vagy rossz indulatú, stb. Stb. Hát akkor azoktól ne is várjunk gondolkodást, szó szerint. Hanem ugye azt látod, hogy nem gondolkodik, hanem ösztönösen cselekszik, és ez gyakorlatilag szó szerint az, amit mondtál az imént, hogy elbutulás van. Hát ha az ember ösztönösen cselekszik, tehát az ember nem arra hivatott, hogy ösztönösen cselekedjen, az ember arra hivatott, hogy gondolkodás révén által cselekedjen. Nem ösztönösen. Az ösztönös cselekvés az a múltra épül. A jelen soha nem azonos a múlttal tökéletesen. Soha. Tehát a jelenben egy ember pont úgy cselekszik, hogy a múltban cselekedett, akkor valószínűleg hibázni fog. És egy külső szemlélő ránéz egy ilyen emberre, és azt látja, hogy butaságot csinál. Érted? Tehát az ösztönös cselekvésből az emberek butaságokat csinálnak. És akkor ebből a külső szemlélő megállapítja, hogy buták az emberek. De azért buták, mert butaságokat csinálnak. Nem azért buták, mert buták lennének, hanem azért, mert olyan állapotban vannak, főleg ez az elmúlt 4 év, az nagyon megmutatta ezt, hogy mennyit romlott a társadalom hangulata. Ezáltal az emberek ugye még inkább rosszabb hangulatúak, mint mondjuk 2020 előtt, és butaságot butaságra halmoznak, szó szerint. Tehát, ha megnézed, ezt látod, hogy az emberek azért tűnnek úgy, hogy buták, pedig nem lennének buták, mert butaságokat csinálnak. Oké? És ezt minden szinten látod. Tehát minden szinten. Most a felnőtt generációról beszélek természetesen. Tehát ami azt jelenti, hogy mondok példát, jó? Mindenki járt általános iskolába. Valószínűleg valami következő iskolába is járt. Lehet, hogy a szakiskola volt, lehet, hogy valami középiskola. Mindenki megfigyelhette. Kivétel nélkül. Ami azt jelenti, hogy nem figyelted meg, tudja, hogy nem figyelted meg, most jössz rá arra, amit fogok mondani. Abból figyelhetted meg, hogy most rájössz arra, hogy tényleg milyen igaz. Tudod, kik voltak a rossz tanulók? Akik nem voltak jó hangulatú gyerekek. Hoppá! És a jó hangulatú gyerekek, azok nem voltak rossz tanulók. Egy se. Hoppá! Hoppá, nem érdekes. És ha megnézed, mondhatni azt, hogy a rossz tanulók és a rossz gyerekek, azok gyakorlatilag azonosak voltak. De voltak már annyira rossz tanulók, vagy annyira rossz hangulatú rossz tanulók, hogy már nem is rendetlenkedtek. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy már az alatti szint alatt volt az a gyerek,
aki még rendetlenkedni se rendetlenkedik, megnézed egy olyan embert, aki félelem alatt van. Az már nem sok vizet zavar, az már nem rendetlenkedik. Oké, az már nem rosszalkodik, az már csak hülyeségeket csinál. Ebben kimerül a tevékenysége. Na most nyilván én gyerekkoromban nem figyeltem ezeket a dolgokat meg, de emlékszem a gyerekkoromra, mert nekem egy jó gyerekkorom volt, és én gyakorlatilag nagyon visszaemlékszem a gyerekkoromra, mert általában azok nem emlékeznek vissza a gyerekkorukra kellőképpen, akiknek nem volt túl jó gyerekkoruk. És szeretnék a gyerekkort elfelejteni. Viszont nekem nagyon jó gyerekkorom volt, és én egész odáig visszaemlékszek, hogy 2 éves kor, vagy másfél. Ami ritkaság. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy honnan tudom, hogy addig emlékszek vissza? Emlékszem arra, amikor rácsos ágyban álltam. Érted? És kapaszkodtam a rácsos ágyba. Kisgyerekként, pici gyerekként. Oké? Az azt jelenti, hogy 2 éves. 2 éves. Azért nem másfél, most eszembe jutott, mert apu akkor szeret le a katonaságtól, amikor 2 évés. Azt mondja, hogy hogy van? December, január fel, 2 év és 3 hónapos voltam. Oké, tehát akkor valamivel több, mint 2 éves voltam. És lényeg az, hogy odáig emlékszek vissza. De viszonylag simán. Szóval, ha megfigyeled, ez már jelentkezett gyerekkorban, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember tanulmányozza az embereket, hogy milyenek voltak az osztálytársak. És ha megnézed, tényleg így van, hogy a rossz hangulatú gyerekek a rossz tanulók voltak. Tehát ugye én nekem azt mondták, hogy én nekem 2-es magatartásom volt egészen alsó tagozatban. Tudod miért? Én nem rossz voltam, hanem az volt a baj, hogy túl sokat kérdeztem, és ezzel zavartam az órát. És hát nagyon aktív voltam. Nagyon aktív. Amire most azt mondanák, hogy hiperaktív. Oké? De én nem voltam figyelemzavaros, mert én jó tanuló voltam ennek ellenére. Oké? Mert jó hangulatú voltam. De egyszerűen nekem az volt a bajom az iskolával, hogy az első pillanattól én nekem az egy börtön volt. Oké? Tehát én azt éreztem az iskolában, hogy én nem lehetek szabad. Érted? Tehát mondok példát. Másikat. Ugye mondom, hogy az óvodás koromra simán visszaemlékszek. Vagy simán. És külön voltam fektetve a gyerekektől. A többitől. Miért? Hát mert zavartam az alvókat. De miért? Mert én nem aludtam. Én azért utáltam óvodába járni, mert aludni kellett 2 órát. És én 2 óra alatt ott unatkoztam. Érted? Mert nem aludtam. És még arra is emlékszek, hogy az egész óvodás korom alatt, a 3 év alatt, egyszer aludtam. Egyszer. Tehát, ami azt jelenti, hogy én akkor is aktív akartam lenni. És hát ugye így kerültem be az iskolába, hogy ilyen aktívan. És hát gondold végig, ezáltal minden, amíg bármi olyan történt, hogy
tudom én, egy hógolyó betörte az ablakot, akkor a hógolyozók közt tuti ott voltam. Hát és kitörte be az ablakot, azt nem tudni, mert ugye véletlenül az egyik hógolyóban volt egy kavics is, tudod. Ezt ezáltal puf, ki lett törve az iskola ablak. Hát természetesen kint hógolyoztunk. Hát a lányokat. Természetesen. Nem kavicsa, hát a fene tudta, hogy belekerült valakinek egy kavicsa. Inkább ugye az ablakot törje ki, mint valakinek a fejét az a kavics. De lényeg az, hogy kitörtem, mert egy hógolyó nem töri ki az ablakot. Az nagyon vizesnek kell lenni, hogy az kitörje. Na szóval, lényeg az, hogy benne voltam ilyen dolgokban. Tehát mivel mindig voltak kérdéseim, és eléggé izgága voltam, hát azért még igazgatói intőim is voltak, mert képzeljétek el, volt egy olyan tulajdonságom, hogy láttam vitatkozni a tanítóval. Képzeld el, kisgyerekként a felnőtte. És azt mondtam, hogy neki nincs igaza. Hát gondold végig, hogy ne kaptam volna akár igazgatói intőt is, mert volt. Hát ezért meg is kaptam otthon a büntetéseket, hogy végig kettes magatartásom volt. Általános iskola alsó tagozatában és felső tagozatban hármas. A tanulmányi eredményeim jó voltak, az volt a jó, hogy nem számított be a tanulmányi eredménybe a magatartás, meg a szorgalom. Ugye végig hármas szorgalmam volt, mert ugye mindig azt mondták, hogy nagyon jó feje van, csak nem szeret tanulni. Nem szerettem a leckét sem megcsinálni. Szóval a lényeg az, hogy megfigyelhetted te is, így visszanézve, majd gondolkozz el rajta, amit mondtam. Hogy a gyerekeknél is ez így működik. Hogy a rossz tanulók, azok rossz hangulatúak. És ugye miért rossz hangulatúak? Nagyon egyszerű. Mert rossz hangulatúak a szülők. És ha rossz hangulatúak a szülők, akkor hát rossz hangulatú a gyerek, nyilvánvaló. Hát ugye több olyan rossz tanuló volt az osztályban, akinek annyira rossz hangulatú volt a szüleje, hogy rendszeresen verte. Érted? Tehát, hogy gondold végig, ha egy szülő veri a gyerekét, akkor tuti, hogy harag hangulatban van a szülő. Mert harag szinten verekszik az ember. Se alatta, se felette nem verekszik az ember. Tehát félelemben már az ember nem verekszik, mert az alatta van, de ellenségesként sem verekszik, csak ordibál. És amikor az ember tör, zúz vagy verekszik, akkor harag szinten van. Persze a haragos is ordibál. És több olyan rossz tanuló volt az osztályban, aki elmondta, hogy a szülei verik, illetve az apjuk, általában az apjuk. Tehát rendszeresen, és nem kicsit, hanem jócskán. De akkor még nem volt divat, hogy az iskolából följelentsék a szülőt. Akkor még ezt lehetett, hogy megverte a szülő a gyereket. Még akár úgy is, hogy akár kékre-zöldre. Akkor sem volt belőle feljelentés. Tehát az még akkor természetes volt, hogy a szülő abriktolja saját gyerekét. Szóval, miért mondom ezeket a dolgokat? Hogy tiszta és világos legyen, hogy nem az a baj, hogy valaki nem értelmes, hanem az a baj, hogy rossz hangulatú. Mert ha egy értelmes, bármilyen értelmes ember rossz hangulatú, az mindnek kikapcsol a gondolkodásra, és átveszi az irányítást az ösztöne. És úgy cselekszik, ahogy hasonló helyzetben már cselekedett, vagy látott mást cselekedni, mondjuk a szüleit. Tehát ha megnézed például, ez is nagyon érdekes,
egy embert, akire azt mondod, hogy úgy viselkedik, mint az apja viselkedett. Vagy úgy viselkedik, mint az anyja viselkedett. Tudod, mikor viselkedik egy ember úgy, mint a szüleje viselkedett? Ha nem túl jó hangulatú. Miért? Mert az ösztöneibe beíródott a szülői minta, a szülői viselkedés. És hasonló helyzetben pont úgy cselekszik, mint az apja meg az anyja. Ha viszont jó hangulatú lenne, akkor nem cselekedne úgy, mint az apja meg az anyja, mert azt mondaná, hogy na pont nem cselekszem úgy, mint az apám meg az anyám cselekedett, mert az nem volt helyes. Oké? És hányszor hallottál, vagy láttál már ilyet, hogy azt mondták valakire, hogy hát pont olyan, mint az apja volt, vagy pont olyan, mint az anyja volt. Tehát általában a gyereket összehasonlítják a szülővel. De akkor tudják összehasonlítani cselekvésre, tehát most nem kinézetről van szó, cselekvésről, amikor a gyerek nem jó hangulatú. És akkor felnőttként is ugye a szülőnek a gyereke, tehát én már a felnőttről is beszélek, hogy felnőttként azt csinálja, mint az apja csinálta. Oké? Vagy felnőttként is azt csinálja, amit az anyja csinált. Érted? Nőként. És ez egy szabály. Tehát ez nem. Hát a Miklós azt mondja, hogy ez így van, de hát ez biztos csak ritkán van így. Nem. Ez egy 100%-os szabály. Ez a gond ezzel. Tehát ez minden emberre vonatkozik. Nyilván, akinek volt szüleje. Nyilván, aki apa nélkül nőtt föl, mondjuk fiúként, az nem tudott apa mintát szerezni. Arra nem lehet azt mondani, hogy úgy működik, mint az apja. Vagy valakinek meghalt az anyja, mint nekem volt egy osztálytársam, akit az apja nevelt, mert kiskorában meghalt az anyja. És az apja egyedül nevelte fel. Nem is lett felesége sose. Ezt csak úgy mondanám. Ő nem látott anya mintát. Honnan látott volna? Oké? Ő csak apa mintát látott. Mondom, nem is lett felesége sose. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem buták, hanem csak butaságot csinálnak, mikor nem jó hangulatok. Márpedig az a legnagyobb probléma, hogy a legtöbb ember az nem jó hangulatú. Főleg itt a mi társadalmunkban, nem csak a magyar társadalomban, hanem a nyugati társadalomban is. Tehát most, ha valaki azt gondolja, hogy a nyugati társadalom jobb, mint a miénk, akkor éppen ma mesélte valaki, aki éppen itt ül, hogy a testvére beteg lett kint Németországban, és nem akarták ellátni normálisan. Érted? Egyszer nem akarták. Pedig kinnél évtizedek óta. Érted? Tehát Németországban. És hazajöttek, és itthon ellátták. Érted? És itthon meg ellátta. Tehát ha azt gondolja valaki, hogy Európában jobb a helyzet, mint nálunk, tévedésben él. Tévedésben él. Tehát ez az EU, ez a a háttér hatalom kiszolgáló szervezete az USA után. Ami azt jelenti, hogy az USA a legnagyobb háttérhatalmi kiszolgáló szervezet, Észak-Amerikában még Kanada, és azok után közvetlenül mi vagyunk a háttérhatalomnak a kiszolgáló országai. Oké? És
ez a háttérhatalom, ez olyan családok, mint Rockefeller család, olyan családok, mint Rothschild család, jó, csak így az ismertebbek. És akármilyen hihetetlen, te azt gondolod, hogy a történelemből tanultad, hogy a Habsburgoknak elvették a hatalmát, meg a Windsoroknak elvették a hatalmát, és mind a kettő háttérhatalmi család, a világ 13 leggazdagabb családjának egyike, a Windsor család is, meg a Habsburg család is. Miről beszélünk? És te azt tanultad történelemben, hogy elvették a hatalmát. Oké? Okay. Hogy vették el a hatalmát, hogy a világon a 13 leggazdagabb családok egyike? Azt tudjátok, hogy ma a hatalom az a pénztől függő. Minél több valakinek a pénze, vagy valakiknek a pénze, annál nagyobb a hatalmuk. Ezzel remélem tisztában vagy. Oké? Okay. Tehát ma egy pénzügyi hatalmi elit van a világban. Oké? Okay. Nem a királyok vannak a hatalom csúcsán, bár ugye a Windsorok királyok, oké? Okay. De ő csak egy a sok közül. Oké? Okay. Hát sok közül, hát 13 család közül. A 13 családból nincs több királyi család. A Habsburgok már nem királyi család, mert ugye már nem az, mert nincsenek hatalmon. Királyi család volt. De a Rothschild család sose volt királyi család, és az a világ leggazdagabb családja. A Rothschild család. Oké? Okay? Az a leggazdagabb család a világon. Ahhoz képest mondjuk a kit szokták mondani, hogy ki a világ leggazdagabb embere? Például Elon Musk, meg ilyenek? Meg Bill Gates, meg ilyenek? Kisinasok hozzájuk képest, érted? Tehát most gondold végig, ha egy család már a múlt század közepén létre tudott hozni egy országot, akkor nem lehet szegény. Ha föl tudott építeni egy csatornát két földrész között, oké, akkor az nem lehet, amit úgy hívnak, hogy szuezi csatorna, akkor az nem lehet szegény. Ami azt jelenti, hogy az ő pénzéből építették föl, teljes az ő pénzükből építették föl, teljes egészében a szuezi csatornát. Hát valami brutális összegbe került. Oké, gondold végig, egy ország létrehozása. Izraelt ők hozták létre. Mekkora pénz létrehozni egy országot, egy új országot. Létrehozni az egész infrastruktúrát, mindent, az egész kormányzási rendszert, mindent. Ezt ők csinálták meg. Egy család. Egy. Úgy hívják, hogy Rothschild család. És te azt gondolod, hogy mit tudom, a Bill Gates az gazdag, meg a Elon Musk az gazdag? Persze, hozzád képest. Hogyne? Persze, ahhoz képest gondol. De nem egy Rothschild családhoz képest. Világos? Tehát például a 13 család után van további 300 család. Oké? Amely követi a 13 családnak a gazdagságát, de jóval elmarad. És ebben még mindig nincs benne az Elon Musk, meg nincs benne a Bill Gates, ebben a 300 családban. De benne van mondjuk a volt amerikai elnöki család, aki két elnököt adott, nem? Bush, igen, köszönöm szépen, nem jutott eszembe a család neve. Viszont ott van a Bush család. Ebben a 300 családban. Ott van a Clinton család. Ebben a 300 családban. Csak ugye az ismertebbeket mondom. Oké? Okay?
És nincs benne az Elon Musk, meg nincs benne a Bill Gates. Még bele se került ebbe a 300 családba. De a statisztika azt mutatja, hogy ők a leggazdagabb emberek egyének. A családok sokkal gazdagabbak, mint az egyének. Világos ez? Hát gondold végig, hát neked, ha van egy családod, és a család, van egy családi vagyon, az több, mint a te személyes vagyonod. Jóval több, nem? Oké? Szóval, érdekes világot élünk, és hát mondom, az emberek nem lennének buták, hanem csinálnának butaságokat. És az, még egyszer mondom, azért csinálnak butaságokat, mert képtelenek a rossz hangulatuk miatt gondolkodni. Oké? Ráadásul ennek a rossz hangulatnak vannak további problémái is. Például, hogy egy jó hangulatú ember az képes arra, nem csak arra, hogy gondolkodjon, hanem arra is képes, hogy sokkal, de sokkal több energiája legyen. És ezért a teljesítő képessége sokkal magasabb. Oké? Okay. Tehát egy olyan világban élünk, ahol elérték, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Hogy ezáltal legyen egy elbutulás. Tehát nem az elbutulás véget lettek rossz hangulatúak, oké? Okay? Hanem a rossz hangulat miatt lett az elbutulás. Oké? Okay? Tehát elbutulást nem lehet elérni, rossz hangulatot lehet elérni, és aminek közvetlen következménye az elbutulás. Miért nem lehet elérni az embernél, hogy elbutuljon? Mert egy jó hangulatú ember az tanul, fejleszti magát. Oké? Az informálódik, az utána néz, az keres, kutat, keresi az igazságot. Egy rossz hangulatú ember soha nem fogja keresni az igazságot. Soha. Érted? Tehát most ne olyan igazságra gondolj, amit a bíróság kimond. Hát a legtöbb ember nem jut, hála Istennek, bíróság elé. Tehát nem ott keresik az igazságot, nem bíróság előtt keresik az igazságot. De hol keresik az igazságot? Aztán rengeteg hazugságot, amit hallanak, ahhoz képest kezdik el keresni az igazságot. Világos? Hogy vajon amit hallott, abban mennyi az igazság? Az egyáltalán van benne igazság, és akkor elkezd utána nézni, vagy elkezd logikázni, hogy az, amit mondtak, az azért tűnik hazugságnak, mert nincs benne logika. Nem logikus, hogy az igaz. És ilyet, tehát például egy rossz hangulat embertől nem vár logikázást. Nem fog neked logikázni. Nem fog kilogikázni semmit. Az elhiszi azt, amit mondanak neki. Érted? És minél rosszabb hangulatú, annál inkább elhiszi azt, amit mondanak neki. Hát ezért megnézed, ha neked van egy időszülőd, aki már nem jó hangulatú, az állandóan kétségben van esve, hogy mit hallott a tévében, rádióban, mit, érted? Állandóan. Miért? Mert mindent elhisz. És mit mond neked? Lányom vagy fiam, mit mondtak, mit hallottam? Vagy a szomszéd mit mondott? És ő mindent elhisz. Oké? Okay. Tehát gondold végig, hova megy ez a világ, hogyha az emberek ösztönből cselekednek, nem tudnak gondolkodni a hangulatuk miatt.
Tehát mondom, emlékezz, amit az imént mondtam. A jó tanulók, azok jó hangulatúak voltak. Oké? A rossz tanulók rossz hangulatúak voltak. Tehát én nem azért nem szerettem tanulni, mert rossz hangulatú voltam, hanem azért nem, két dolog miatt nem szerettem tanulni. Mert vagy azért, mert nem tudta érdekessé tenni a tanár, oké? Amit érdekessé tett a tanár, abba voltak olyan tantárgyak, hogy nem is kellett tanulnom, és mégis kitűnő voltam benne. Oké? Tehát abból, amit a tanár elmagyarázott, abból bőven elég tudást szereztem. És tehát az egyik, a másik pedig az volt, hogy azért nem szerettem tanulni, mert kötelező volt. Érted? Nem szabadon választott. Tehát például én a katonaságba belebetegedtem. Szó szerint. Mert kötelező volt. És nem szabadon választott. Ezért ugye a 18 hónap helyett le is szereltek 10 és fél hónaposan. Még két hetet bent tartottak volna, nem kellett volna katonaadót fizetnem. De valahogy úgy szereltettek le, hogy még fizessek utána két évet katonaadót. Szó szerint belebetegedtem a katonaságba. Mibe? Hát a fogságba. Így van, a fogságba. A fogságba. Tehát nekem az iskola az egy óriási kötöttség volt. Tehát alig vártam, hogy abba maradjon az iskola, hogy ebből a kötelékből kiszakadjak. Érted? És az életem legszebb napja volt, amikor kiszakadtam az iskolai kötelékből. Tényleg, az volt a legszebb napja. Furcsa, na, nem a házasságunk volt a legszebb nap, nem a gyerekek születése volt a legszebb nap, hanem ez. Érted? Mert attól, hogy én megházasodtam, attól nem lettem szabadabb. Attól, hogy gyerekem született, attól nem lettem szabadabb. De nyilván ezt én nem kötöttem össze. Tehát nekem a szabadság volt mindig a legfontosabb az életemben. Érted? Tehát mit ad a szabadság? Hát mondod végig, minél szabadabb tud lenni egy ember, annál jobb hangulatú tud lenni. Minél inkább, ugye egyik a szabad ember, a másik a rabszolga, nem? Tehát minél megyünk jobban a rabszolga felé, annál rosszabb hangulatot látsz. Te nem hiszem, hogy hallottál olyan, hogy róla, hogy jó hangulatú rabszolga. Tehát át kellene látnod azt, hogy a szabadság hozza meg a jó hangulatot. Tehát nekem az egy szabadság volt, hogy én határozom meg, hogy hova megyek dolgozni. És én határozom meg, hogy milyen munkát vállalok. Nekem ez egy szabadság volt. Az iskolához képest, ahol nem határozhattam meg semmit. Oké? De én egy olyan világban élek most, ahol azt látom, hogy az embereknek mellékes lett a szabadság. Egy ilyen, nem tudom, hanyadrendű kérdés. Hogy most szabad vagyok, vagy nem vagyok szabad, vagy mennyire vagyok szabad, az ilyen mellékes. Beszéljünk egy kicsit a szabadságról, jó? Mert ezt is félreértelmezik az emberek. Tehát a szabad ember, ugye erre van egy megfogalmazás, ezt már sokszor hallottátok tőle. Oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. De ezt a negyediket,
ezt anyagilag finanszírozni kell, nagyon, sokkal jobban, mint az előző hármat. Mert hogy oda menj, ahova akarsz, ahhoz is pénz kell. Hogy akkor, amikor akarsz, ahhoz meg olyan szabadnak kell lenni, hogy ezt megtehessd. Hogy azzal, akivel akar, nyilván ez természetesen, még ez a feltétele sok embernek teljesülne, ez a harmadik. De hogy addig maradjon, ameddig akar, na ahhoz akarj, ahhoz kell a legtöbb pénz. Vagy rosszul látom? Na most, tehát akkor a mai világunkban valamennyire a szabadságot a pénz is meghatározza, nem? De erről már beszéltem, talán az előző díjmentesbe, hogy ugye egy olyan tevékenység, amit bárhol tudsz csinálni a világban, és jövedelmet, elég jövedelmet hoz, akkor a szabadságot jelent. Érted? Tehát ezért, mikor mi bárhova elmegyünk a világba, akkor mi ott tudunk dolgozni. Érted? És akkor mondhatod, de az milyen szabadság, hogy ott tudunk dolgozni. Figyelj, amit szeretsz csinálni, az nem teher. Az a teher, amit nem szeretsz csinálni. Oké? És gondold végig, ha az ember olyan dolgot csinál, amivel mások javát szolgálja, az én úgy gondolom, hogy legalábbis az én számomra az eléggé szerethető. És akkor így végig gondolom, hogy a világon mivel lehet legjobban az emberek javát szolgálni, te is végig gondolhatnád, és akkor akármire gondolok, és akármit mondanak nekem, semmivel nem lehet az emberek javát jobban szolgálni, mint használható tudással, méghozzá mindennapokban használható tudással. Pedig én már réges-régen keresgetem, hogy van-e annál jobb, amivel embereket lehet szolgálni, mint a használható tudás, amit mindennapokban tudnak használni. És mindig arra jövök rá, hogy nincs. Nincs jobb olyan emberek javát szolgáló dolog a világban, semmi, a gyógyítás sem. Oké? Mondom, a gyógyítás sem. Közel sem. Mintha az ember tudást ad az embereknek, amit tudnak használni a mindennapokban. A tudás az egyetlen olyan dolog, amit nem tudsz elveszíteni. Nem vehetnek el. A tudásodat nem tudják elrabolni. Oké? A tudás az a tied marad. Mindent elvehetnek tőled, a tudásodat nem tudják. Oké? És a tudás révén képessé válik az ember arra, hogy bármilyen körülmény között fönntartsa magát. Tehát ez olyan, mint a vízben lennél, érted? Tehát, hogy bármilyen körülmény a felszínen tud maradni. Bármilyen körülmény. A tudás az, de a tudás csak akkor tud tudásként működni, hogyha kellően jó hangulatú vagy. Mert ha egy ember nem kellően jó hangulatú, tanulhat akármennyit. Oké.
Ami azt jelenti, hogy ha jó hangulatú, akkor tudja használni. De amikor nem jó hangulatú, és mondjuk esetek többségében mondjuk nem jó hangulatú, akkor nem fogja használni a tudást. És ha te nem használod eléggé PPH-sként a tudást, akkor el kellene gondolkodni ezen. Hogy lehet, hogy nem vagy elég jó hangulatú. Tehát, hogy az általános hangulatod nem elég jó. Ugye az általános hangulat az, ahol a hangulatod kiindul fölfele, de inkább lefele. Mert lefele bármi könnyebben esik, mint felemelkedik. A felemelkedéshez több energia kell, mint a leeséshez. Tehát elrontani az életedet sokkal könnyebb, mint megjavítani. Oké? Állítom neked, hogy egy hét alatt el tudnád rontani az életedet. Lehet, hogy egy nap alatt el tudnád rontani az életet. Sok ember egy óra alatt el tudná rontani az életét. Ne próbáld már ennyi idő alatt megjavítani. Na, arra fizetnék be, hogy ennyi idő alatt meg tudod javítani. Tehát ebből is látni, hogy valamit elrontani ugye könnyebb. Szóval, akik tanulnak, azoknak nem elég, hogy tanulnak. Hanem oda kellene figyelni a hangulat javítására. Oda kellene figyelni arra, hogy az egyén ne legyen, tehát az egyénre ne legyenek hatással olyan dolgok, ami addig levitte a hangulatát. Ezt meg lehet tanulni. Bárkinek meg lehet tanulni. De gondolkodjunk logikusan. Ugye vannak a rossz hangulatok, elmondtam onnan, hogy erőltetés. Vannak, ugye arra is beszéltem, hogy van az unalom, meg a megelégedettség. Ez egy se jó, se rossz hangulat. Ezek a se jó, se rossz hangulatok. Ez egy ilyen átmeneti. És vannak a kezdődő jó hangulatok, amikor az egyén érdeklődő. Van, amikor közepesen érdeklődő, van, amikor már nagyobb, nagyon érdeklődő. Van, amikor még e fölött jókedvű, van, amikor e fölött lelkes, e fölött mondjuk feldobott, stb. Stb. És ezt gondold végig logikusan. Ha egy ember mondjuk unalom szinten van, és ahhoz elég közel van, mondjuk az erőltetés, vagy a nyílt ellenséges. Könnyedén lecsúszik oda. Kicsi. Külső negatív információ éri, hatás éri, és már is leesik. De mondjuk, ha valaki jókedvű, ugyanarra a hatásra, legfeljebb nem jókedvű lesz, hanem erősen érdeklődő. Oké. Okay. De az még mindig azt jelenti, hogy jó hangulatú. Világos ez? Tehát az egyik, az már mondjuk kiabál, ordibál, mert mondjuk mérges, tehát nem haragos, csak mérges, mert ellenséges. A másik meg ugyanannyit esett le, és közben erősen érdeklődő a jókedvű után. És ugyanaz a hatás érte. Tehát ha megnézed például a jó hangulatú gyerekeket. A jó hangulatú gyerekek valami éri őket, viszonylag gyorsan leesnek, és visszaesnek, visszajönnek. Egy felnőtt az már nem így működik. Az leesik, az ott marad. Ez jó sok idő, mire visszajön. Oké? Okay. Miért? Hát a gyerek sokkal jobb a hangulatú, mint a felnőtt.
Oké? Okay? Tehát teljesen más. És oda visszamegy arra a hangulatra, amiből kiindult. Egy rossz hangulatú ember oda megy vissza, ahonnan kiindult. Oké? Okay? Ugyanúgy, mint a gyerek. Csak a sokkal jobb hangulatú. Na most gondold végig, az ember, ha boldogulni akar, jó hangulatúnak kell lenni. Nem vicc. Mert akkor tudunk gondolkodni, ha jó hangulatúak vagyunk. Hogy fogod elérni, hogy jó hangulatú legyen? Magadtól? Kinevetlek. Soha. Magadtól soha nem fogod elérni. Lehet, hogy azt csinálhatnád, menjen remetének, és lehet, hogy meg tudod csinálni. Már mai világban egyébként ez sem működne, tuti. Már akkor se tudnák megcsinálni. Tehát az ember, tehát érdemes tudni ezt az információt. A csótány és a patkány után a legalkalmazkodóbb lény. Oké? Okay. Na most, ez azt jelenti, hogy nem csak a jóhoz alkalmazkodik, hanem a rosszhoz is. Tehát, ha rossz hangulatú a környezete, akkor gyönyörűen alkalmazkodik hozzá. A környezetéhez. És ő is rossz hangulatú lesz. Tehát például egy jó hangulatú ember elmegy mondjuk egy rossz hangulatú kollektívába dolgozni. És akkor ne csodálkozzon, hogy fél év múlva ő is olyan hangulatú lesz, mint a kollektíva. Oké? Okay? Meg lehet, hogy fél év se kell hozzá. De, ha egy rossz hangulatú egyén elmegy egy jó hangulatú kollektívába dolgozni, akkor fölemelkedik a hangulata. Na most, manapság nincsenek jó hangulatú kollektívák. Mert ugye a kollektíva az munkahely. Lehet, hogy vannak jó hangulatú társaságok, mert biztos vannak rajtunk kívül is, de attól függ, hogy ott mi annak a társaságnak a célja. Mert mindig ez a legfontosabb, hogy a társaságnak mi a célja. Vagy rosszul látom? Ennek a társaságnak az a célja, ami az én célom. Miért? Mert én vagyok a társaságnak a vezetője. És mi az én célom? Nekem nem célom van, célom is van, küldetésem van. A küldetés az több, mint cél. Nekem az a küldetésem, hogy jobbá tegyem ezt a világot. De mivel ezt egyedül nem tudom megtenni, ezért nekem erre társakra van szükségem. Oké? Okay. Én ezen dolgozom, hogy közösen jobbá tegyük a világot. Szó szerint. És mivel lehet jobbá tenni a világot? Azzal, hogy az emberek olyan hangulatúak, hogy képesek tudatosan működni. Oké? Okay? És képesek gondolkodni. Úgy jön létre a tudatosság. Természetesen. Tehát mi emberek, ha nem teszünk azért, hogy legyen egy jobb világunk, akkor nem lesz. Akkor egy-egyre rosszabb világ van. Ez ugyanolyan, mint bármilyen. Itt van mondjuk 10 életterületünk. Itt van 10 életterület. Próbáld valamelyiket elhanyagolni. Oké? Elkezded elhanyagolni bármelyik területet, és az eredményességed nagy mértékben vissza fog zuhanni. Bármilyen területen. Ez azt jelenti, hogyha az ember elhanyagolja a hangulatát, elhanyagolja a tudását, ne csodálkozzon, hogy ezek a területek nem fognak működni. Tehát olyan
világban vagyunk, ahol az emberek, tehát ugye tudjátok, mikor tanultam azt, hogy a jövedelmednek a 10%-át a tudásodba kellene fektetni. Tudjátok, mikor tanultam? 91-ben. Számolgassuk már ki, az hány éve. 33 évvel ezelőtt már nekem ilyet tanítottak. Oké? És én ezt azóta betartom. Ami annyit jelent, hogy milliókat költöttem a tudásomra. De képzeld el, megérte. És megkérdezném tőled, aki nem tanulsz, mert azt gondolod, hogy tanulsz, mert a YouTube-on hallgatsz díjmentes előadásokat. Tehát, az nem tanulás, hogy te ilyen vagy, legyél olyan. Nem tanulás. Mert a díjmentes képzésekben az van, hogy te ilyen vagy, ne ilyen legyél, mert az nem jó neked, legyél olyan, mert az jobb. De ez nem tanulás, ez egy információ. A tanulás az, amikor módszert kapsz rá, hogy hogyan juss el oda. Tehát ez olyan, hogy gondold végig, mondjuk te szeretsz utazni, de nincs állóvéd, és mondják neked, hogy hát menj el, mit tudom én, olyan helyre, mondjuk a Kanári-szigetre, ahol te szeretnél elmenni. Csak most mondtam valamit. És milyen jó lenne, ha ott lennél? Mert milyen jól éreznéd, hogyha magadat, ha ott lennél? De nem tudsz oda elmenni. Mert nincs rá lehetősége. Érted? És így mi marad? Tudod mi? A vágyakozás, a beteljesítetlen vágyakozás. Az meg nem emeli a hangulatot, hanem rontja. Tehát mikor az embereket arra tanítják, hogy most ez nem jó, amilyen vagy, ilyennek kellene lenni, akkor az emberek elkezdnek vágyni arra, hogy olyanná váljanak, és beteljesítetlen marad. Hát ezért van az, hogy sok embert elkezdtek fejleszteni, és utána rosszabb állapotba került, mint előtte, mikor elkezdték fejleszteni. És ez tény. És nagyon sok emberrel ezt megcsinálták a Földön. Hogy elkezdték képezni, és hamis vágyakat gerjesztettek benne, és utána depresszió szintjére süllyedtek emberek, érted? Mert nem sikerült elérni azt, amit mondtak nekik, hogy majd milyenné válnak. Mert nem adtak nekik módszer, de nem elég a módszer. A módszer önmagában kevés. Mert az ember úgy működik, hogy van egy általános univerzumi szabály, ezt is hallottátok már tőlem sokszor, hogy minden az alapállapot felé törekszik, hogy visszarendeződjön. Minden. Tehát amikor az ember elkezd fejlődni, akkor van egy külső energia, ami arra törekszik, hogy te visszarendeződj. Oké? Nem vicc. Hát hiszen minden megy a kiinduló pont felé. Tehát például egy házasságról nem gondoskodsz, akkor megy a kiinduló pont felé. Hát hogy nem volt házasság. Érted? Magyarul az a kiinduló pont, hogy elváltok. És akkor visszatér abba az állapotba, hogy nem vagytok házasok. Tehát minden, az anyag is törekszik arra, idézőjelben, tehát az energiák így működnek a világegyetemben, hogy mindent arra késztet ez az energia,
hogy visszarendeződjön az alapállapotba. Tehát ez azt jelenti, hogy egy egyén el akar kezdeni fejlődni, és akkor ez a visszarendeződő energia ellene van. Lehet, hogy van, akik már ezt meg is tapasztalták itt köztünk. Csak nem értik, hogy ez miért van így. Hát azért, mert van ez az energia. Oké, hogy törekszik arra, hogy visszarendeződjön minden az alapállapot felé. Hát nézd meg, az életed is törekszik arra, hogy visszarendeződjön az alapállapot felé. Az volt az alapállapot, hogy nem éltél, és majd az lesz a visszarendeződés, hogy nem élsz. Ezért ugye mit szoktak mondani az idős emberekre, hogy a második gyerekkorukat élik. Tehát mennek vissza. Gondold végig, mit tudom, hogy gyerekkorában bepisílt, bekakilt, idősként bepisílt, bekakilt. Megy a visszarendeződés. Világos ez? Tehát ne csodálkozz, ez egy energia a világegyetemben. Érted? Ez az energiát létrehozta a teremtő, ez így működik, kész, ebben nem tudsz vitatkozni, ez van. És ezt le kellene győzni. De magad nem tudod legyőzni. Ezt a visszarendeződő energiát egyedül nem tudod legyőzni. Ahhoz neked társakra van szükség, segítségre van szükség. Más emberekkel karöltve le tudjátok győzni. Egyedül soha. Oké? Tehát mondok példát, ha nem hiszed. Imént említettem a párkapcsolatot. A párkapcsolat törekszik arra, hogy visszarendeződjön. Tehát, hogy szétmenjen. Hogy az legyen, hogy nem volt házasság, és az legyen, hogy nem lesz házasság. Oké? De mondjuk az egyik tesz érte, a másik meg semmit. Tudod, mi lesz a végeredmény? Ugyanaz. Szét fognak menni. Mert együtt kell tenni érte. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát a párok esetén együtt kell. Sőt, ha felnőnek a gyerekek, nem kisgyerekekről beszélek, felnőnek a gyerekek, és tudják, hogy párkapcsolati gondok vannak, akkor a gyerekeknek is segíteni kell a szüleiket abban, hogy a párkapcsolatukat javítsák. Nem tudom, elég világos voltam. És ha a gyerekek a párkapcsolat ellen vannak, a saját szüleinek a párkapcsolata ellen, felnőttként, akkor meggyorsítják a párkapcsolat szétesését. Világos ez? Tehát, ami azt jelenti, hogy ha az ember le akarja győzni a visszarendeződést, akkor kell egy csapat. Akkor benne kell lenni egy csapatban, ahol az ember összekapaszkodik, és mennek együtt. Világos ez? És mi van még? Nem elég még ez se. Tehát hiába van elég jó hangulat, vagy törekvés, kevés. Kell egy csapat. Mi kell még? Segítség, ha elakadsz. Segítség, ha elakadsz. Ha nincs segítség, amikor elakadsz, beindul, akkor győz a visszarendeződés. Ennyi. Hát ezért mennek tönkre a vállalkozások nagy része. A vállalkozások, ami 80% az első 3 évben tökre megy. Miért? Nagyon egyszerű. Mert nem kapnak segítséget, nem kapnak tanácsot, érted? Vagy ha kapnának valakitől, nem tudják megfizetni. Vagy nem találják meg, aki tanácsot tudné nekik adni. Érted? És tönkre mennek a vállalkozások. Nem egyéb okból mennek tönkre a vállalkozások, ezért mennek tönkre, mert nem mondja el nekik, hogy ne ezt tedd, hanem azt. Senki. Érted? Senki nem mondja el neki. Tehát kell egy olyan közösség, ahol tapasztaltabb emberektől lehet tanácsot kérni. Oké? Akik szívesen adnak tanácsot, és nyilván hát az elérhető legyen az a tanácsadó, meg idézőjelben megfizethető legyen az a tanácsadó.
Nálunk a PPA-ban, ugye ez mondjuk ingyenes. Jó, de az más kérdés. Jó, tehát gondold végig, beszéltem arról, hogy miért nem elég, hogyha te az interneten tanulsz. Mióta az interneten tanulsz, úgyhogy innen mazsolázva, onnan mazsolázva, onnan a díjmentesekből, mennyivel lett jobb az életed? És én azt látom mindenkinél, aki az interneten tanul, hogy semmivel. De jó szórakozás. Nyilván jobb szórakozás, mint hogyha a tévében a reklámokkal teli filmeket nézed. Érted? Tudti, hogy jobb szórakozás. De mennyivel vált jobb az életed? Tehát az életünkben azért is szükséges a tudatosság, hogy az ember fel tudja mérni azt, hogy ezt azért teszem, hogy jobbá váljon az életem. Meg ezt is azért teszem, hogy jobbá váljon az életem, meg ezt is azért teszem, hogy jobbá váljon az életem, ezt azért nem teszem, mert ettől nem válik jobbá az életem, meg ezt sem teszem, mert ettől sem válik jobbá az életem. De ezt egy nem tudatos ember nem tudja megcsinálni. Egy ösztönös ember soha nem fogja megcsinálni. Az belemegy abba is, hogy hát ezt megteszem azért is, kit érdekel, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Át se gondolom, biztos jó lesz. Hát azt mondták, hogy jó lesz, hát akkor biztos jó lesz, mert azt mondták. De nincs logika, nincs következtetést, hogyha én ezt teszem, annak mi lesz a következménye. Ha azt teszem, annak mi lesz a következménye. Tehát van egy szervezet a bolygón, ahol egy, nincs több, kereshetsz, keresgélhetsz, nincs több olyan szervezet a bolygón, ahol megfizethető áron csapatban tanulhatsz, vezetők segítségével, saját személyes vezetőd lehet, tehát személyes vezetőd, érted? Aki ezt tanácsért fordulhatsz, és egy olyan közösség, amelynek azonos a célja, méghozzá az, hogy létrehozzunk egy szeretett korszakot ezen a bolygón, azt pedig kellően jó hangulatú, tudatos emberek nélkül nem lehet megcsinálni. Oké? Tehát arra törekszünk közösen, hogy egy ilyen bolygó legyen a jövőben. És ez innen indult, innen terjedt tovább Magyarországról a Kárpát-medencéből. Oké? Ez egy új korszak lesz, a szeretett kor, az egyébként most vaskorban élünk, azt pedig úgy hívnák, hogy aranykor. És ezt meg kell csinálni. Oké? Tehát nincs más választása az emberiségnek, mint hogy ezt megcsinálja. Vagy mi a másik megoldás? Fogják, és ebből a univerzumból kitörlik a Föld nevű bolygót. Ez a másik variáció. Oké? Mert ezzel az energiával, amit jelenleg az emberiség létrehoz, ezzel útba vagyunk az univerzum ezer részén. Oké? Ez útba van. És nincs olyan kiköltöztetés, hogy akkor, na, lejön űrhajó, összegyűjtik a 8 milliárd embert, és akkor kiköltöztetik az univerzum szélére. Mert van egy ilyen bolygó, ahol ki lehet költözni. Már. Ez nem így működik. Ez megvalósíthatatlan terv. Ennél van egy sokkal egyszerűbb terv. Fogják, megszűnik az élet a Földön, megszűnik az emberi élet is ezáltal a Földön. Onnantól kezdve a lelkeket nem kell űrhajóval vinni. A lelkek egyik pillanatról a másikra ott tudnak lenni az univerzum szélén. Oké? Szó szerint. Mondjuk a
az összes lélek, az elfér egy kis területen. Hát most gondold végig, 8 milliárd borsószem. Nem egy nagy terület. Oké? Nem egy nagy térfogat. Mert körülbelül ekkora lelkünk. Oké? Nem túl sok. Tehát 8 milliárd borsószem, az nem töltené ki ezt a szobát. Közel se. Oké? Közel se. Szóval, lehet választani. De nincs választás. Az azt jelenti a választás, hogy nem tanulsz, és akkor fognak, kivonnak az élők sorából. Ennyi. Nem kell tanulni. És ha egész jól életet éltél, akkor még lehet, hogy ide visszainkarnálódhatsz. Ha nem túl jó életet éltél, meg mész ki oda a francba. Oké. Nem kell ezt elhinni. Én tudok, amit tudok, ezt mondtam gyerekkorban is a tanáromnak, tanárjaimnak, nem is tetszett nekik. Tudom, amit tudok, érted? Honnan tudod? Mondom, nem tudom, honnan tudom, tudom, amit tudok, de az nem úgy van, hogy ahogy maga mondja. Ennyi. Oké. Okay. És képzeld, mikor egy, mit tudom, egy taknyos 7 éves leáll vitatkozni a tanítónén. Így van. Ha persze, hogy a tanítónének ekkor lesz a feje. Szóval, gondoljátok végig, mit szeretnétek ezzel a világgal, de nem teszünk semmit, nem jó világ lesz. Na most, még mondjuk te úgy gondolkozol, hogy számodra ez felfoghatatlan, amiket most elmondtam, hogy mit tudom én, univerzum, meg borsószem, meg lélek, meg ugye, hogy nem ide inkarnálódsz, ez felfoghatatlan. De gondold végig, hova megy ez a világ? Javult ez a világ mondjuk az elmúlt 10 évben? És gyorsul a romlás, ha megnézitek, rohamosan gyorsul. Hova megy? Milyen életet akarsz? Tehát, hogyha te anyagi világba zárt emberke vagy, milyen életet akarsz magadnak, gyerekednek, unokádnak? Milyen életet? Tehát ez az elrontott hangulatú, ezáltal butaságokat művelő társadalom, ez a jó világ. Ez a jó világ. És ugye minél rosszabb hangulatúak az emberek, annál nagyobb butaságokat csinálnak természetesen. És ez a jó világ. És akkor azt gondolod, hogy az a jó világ, hogy na akkor nem, ne tegyünk butaságokat, ne tegyünk semmit. Mert sok, sok ilyen hülye ember van, aki ezt gondol. Ne tegyünk butaságot, akkor nem kell csinálni semmit. Az nem véletlen mulasztás. Mikor valamit megtehetnél, és nem teszed meg. Tehát most gondold végig, itt van a Földön 8 milliárd ember. Jó, vannak a szellemileg több zizi emberek, ami azt jelenti, hogy úgy születtek. Vagy már megőrültek. De az hány százaléka lehet az emberiségnek? Egy parányi, érted? Egy parányi százaléka. Tehát nem egy százalék, hanem valahol az alatt. Tehát mondjuk a 8 milliárdból a 8 milliárd nagyon-nagyon nagy része az értelmes. Ami azt jelenti, hogy képes lenne tanulni, fejlődni. Érted? És ez csak az akaratokon múlik. És ha egy ember tanul, fejlődik, akkor jobbá válik az élete. Érted? Ez ennyi. És itt semmi másról nem szól, csak az egyén akaratáról.
Hogy mit akar az egyén? Jó az elhűlés, elbutulás, elromlik a hangulat, vagy tanulunk, fejlődünk közösen egy jobb világért. Melyik a jobb? És akkor azt mondod, de miért pénzért? Hát erre mondok egy mondást, jó? Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Oké? De ha megnézed, hogy a használható tudásokat a Földön, meg a nem használható tudásokat a Földön mennyire adják, a nem használható tudásokat is sokkal, de sokkal többért adják, mint amennyire mi adjuk a tudást. Miért? Pont azért, hogy bárki számára elérhető lehessen. Mert ha valaki mondjuk havi szinten 12.500 forintot a saját tudására nem hajlandó áldozni, akkor járjon úgy, ahogy akar. Oké? És akkor éljen úgy, ahogy akar. Nem egyszerű. Tehát nem is szeretnénk, hogy gyere ide. Oké? Azokat szeretnénk, hogy ide jöjjenek, akik akarnak fejlődni, és a fejlődésnek, és mindennek, minden pozitív dolognak a világban ára van. De a negatív dolognak is ára van, annak súlyos ára van. Oké? Tehát a tudásnak is ára van. Úgyhogy, ha úgy látod, hogy szeretnél tenni ezért a világért, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem szeretnél, akkor még nem szeretnénk, hogy ide jöjj, még véletlenül sem. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Csinálunk fél óra szünetet, utána ember és életjobbító coach képzésünk lesz. Egészen 4-10-ig, mint említettem. És tanulunk tovább a párkapcsolatról. Tehát a coach egy szakma. Hát itt még szakmát is nyújtunk. Tehát most mondok példát, jó? Mit tudom én, elmész mondjuk egy bármilyen állásinterjúra. És ha mondod, hogy van, tehát, hogy van coach bizonyítványod, tehát, hogy te coach vagy. Mondod, hogy továbbra is jársz továbbképzésre, coach képzésre, akkor sokkal pozitívabban néznek rád. Tehát említeni kellene talán, hogy te coach is vagy. Vagy tanulsz, coachnak is tanulsz. Szabadidődben természetesen. Jó? De hát azért, mert minden munkahelyen tudják, hogy a coach az egy magasabb rendű tudás. Érted? Jó? Úgyhogy tessék ezt végig gondolni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!